Jó a beadás, megint Maiertől, ott van a helyzet, és ott van a gyönyörű gól Diószegitől. Ez igen! Nem érzem úgy, hogy a győzelmünk veszélyben forogna, persze nem akarom elkiabálni, mert ugye gyors kontrából azért megérhetnek bennünket meglepetések, ne legyen igazam. Minden esetre azért elég meggyőző a fölényünk minden tekintetben. Sinka! Be lehet lőni, így is van. Nem volt les, nem volt les. Úgymond kézben tartottuk a mérkőzést, illetve mezőny felén abszolút jobbak voltunk, jól birtokoltuk a labdát. Egy kicsit hiányoltam azt az élességet a támadó harmadba, hogy mindenképpen a gólra törően játszunk. De az előttelő részével meg voltam elégedve, a fél időben is azt mondom, hogy csináljuk tovább. Még egy pár dolgot kijavítottunk, illetve ne csak azt játszunk, hogy a kis passzok menjenek, hanem néha rúgtassuk be mögéjük is a labdát, hogy még tempósabb legyen a meccs. Ez úgy gondolom a második fél időben abszolút meglátszott, ott már azért teljes mértékben nálunk volt a labda, és több helyzetet is kialakítottunk, és rúgtunk kétszer gólt. Szerintem mindig azok a legnehezebb meccsek egyike, amikor mondjuk egy olyan csapat ellen játszunk, akik esetleg most kerültek fel a másodosztályból, hiszen ők is azért vannak itt, hogy bizonyítsanak, és hogy ne essenek ki rögtön az első évben. Kemény meccsre számítottunk, szerintem az idei szezonban nem is lesz olyan meccsünk, amit majd félváról lehet venni, vagy biztos három pontként lehet rá tekinteni. Igazából egy kicsit közhely, de az első gólig mindig nagyon nehéz, és ezt ma is megtapasztaltuk, hogy az első gólt be kell rúgni, és akkor utána egy kicsit megnyugszik a csapat, és hinnünk kellett abban, hogy igenis az a rengeteg helyzet, amit kidolgoztunk, abból majd be fognak menni a gólok. Hát most kettő sikerült, igazából ugyanúgy három pont jár érte, úgyhogy szerintem örömmel megyünk ma haza mindnyájan.